Wow. Ez ennek egy gyerekbarát csatornának kéne lenni, és úgy is indul, csak így néha így oda-vissza megyünk. Igen. Mert gyerekbarátok leszünk, hogy többen nézzenek, de nem néz senki, úgyhogy leszünk inkább önmagunk, és aztán utána jó, hát ha most aztán, de aztán igen. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a Móka kockákkal eheti epizódjában. Az én nevem Dávid. Az enyém pedig András. És ez itt, ahogy említettem, a Móka kockákkal. Itt van velünk drága feleségem Julcsi. Sziasztok! Egy sokkal népszerűbb csatornát csinál a YouTube-on. Not salty, whatsoever, not salty. A másik sorokban a másik gyönyörűséges lánya, az Victoria, neki is egy sokkal sikeresebb csatornája van. Not fucking salty whatsoever, évi fél videóval, ez meg az összes nézettségünket lehozza. Jaj! Ugyanúgy jól érezzük magunkat. És természetesen a csodálatos Szűcs Gergő, drága-drága barátunk. Yay! Ő az egyedüli, akinek a YouTube csatornája nem sikeresebb a tiéteknél. Nagyon szép, de ezért vagyok tartva. De sokkal jobb. Nyilván. Ez a helyzet. Tegnap este oda kattintott 134 ember is így gondolja. Azzal nem sokkal verünk meg. Nem sokkal. Örülök, hogy amióta ismerjük egymást, közeledtek az álláspontok. Másfajta közeledést vizionáltam, de... Igen, tehát, hogy jó, Gergő, azt kell tudni, hogy igen, a YouTube-ban még jön fel, és fel is fog törni, ebben egészen biztos vagyok, de ameddig mi a Sziget nagyszínpadától 45 méterre állunk, egy 2,5 méteres végtelenül betépett holland mögött, addig rajta. Úgyhogy... Rajta áll a hollandon. Igen. Ha akarna, akkor rajta áll. Ezért nem láttuk a koncertet, mert a Gergő ott ült a holland csávónak álmod. Én voltam az. A mai epizódban egy Cat Lady nevű játékot fogunk bemutatni és játszani vele. Nem véletlenül van itt az egyetlen ember, akinek macskája van, Viki, és ő majd bevezet minket a macskatartás csodáiba, ha akarjuk, ha nem. Úgyhogy erre érdemes felkészülni, illetve nagyon szeretnénk megköszönni a Reflex Shopnak, hogy támogatta ezt a videót, tőlük kaptuk ezt a játékot is, amit most ki fogunk próbálni. Nem különösebben bonyolult, de koci azért átmenne a szabályokon villámgyorsan. Igen, végtelenül egyszerű lesz maga a játék. Különböző cicákat és cicákhoz kapcsolatos dolgokat fogunk gyűjteni a játék során. Az lesz a célunk, hogy minél több cicánk legyen, mert ezek érnek majd elsősorban pontot. Ugyanakkor ezeket a cicákat meg is kell etetni, mert hogyha nincsenek megetetve, akkor nem, hogy nem érnek pontot, hanem mínuszpontot kapunk értük. Mit csinál az éhes cica, Viki? Gondolom azt mondja, hogy ugyanakkor az is fontos lesz a játék során, hogy ne halmozzunk fel túl sok kaját, mert azért megint csak büntetni fog minket a játék, és mindenféle egyéb lapok lesznek, kicsit olyan kombókat kell összegyűjteni, mint mondjuk a Sushi Go-ban, ahol ugye draftolunk. Itt úgy fog kinézni... Ó, de András, hogyan fogjuk összegyűjteni ezeket a lapokat? Milyen jó kérdés! Köszönöm! Azzal a cicával, ami Wikinél van, ki fogunk majd blokkolni egy sort vagy oszlopot, és az aktuális játékos ahhoz a sorhoz vagy oszlophoz, ami ki van blokkolva, nem nyúlhat, ugyanakkor meg választania kell egy másikat, és abból felveheti az összes lapot. Szóval, ha például ez a cica most itt ül, akkor én ugye ezt a sort nem vehetem ki, de kivehetem vagy ezt, vagy bármelyik oszlopot, és mondjuk én azt mondom, hogy elveszem ezt az oszlopot, ezeket a lapokat megkapom, a cicát átrakjuk oda, ahonnan én kivettem a dolgokat, és fel fogunk oda csapni új lapokat. Ezek a lapok pedig hozzám kerülnek, lesz, amit ki fogunk azonnal játszani, például a kaják ilyenek lesznek, azokat rögtön ilyen kis kockákra fogjuk váltani, mert a játék végén azokból fogjuk megetetni a cicákat. Egyébként meg gyűjteni fogjuk magunk elé a cicákat, jelmezeket, meg mindenféle egyebet. Mi van, ha elfogynak a kockák, vagy csak annyi kaja van? Nem fognak elfogyni a kockák, remélhetőleg. De mi van, ha én nagyon sok ton halat szeretném? Hát akkor bevonunk más típusú counterekhez. Igen. Csak a te kedvedért. Tehát akkor most leállítjuk a videót, leállítjuk a kamerákat, kimegyek a shedbe, és reszelek neked kockákat. Cicás motivumokkal. Cicás kockákat, és befestem kékre.
Ami erre szeretnéd igazából. Füsti, én füstit szeretném kezdeni. Ha ittől a cica, akkor ezt az oszlopot miért vehetem el? Mert azt csak ő azt a, ezt a kombót ne kártyákba gondolkozz, hanem sorokba is oszlopokba. Akkor nem veheted el, hogy nem is a sorba van, értem. De így elveheted. Tehát, hogy ezt a három lapot megszerezted, de ezt a három lapot egyszerre nem fogod tudni. Mert John Woods a játékdesignere azt mondta, hogy... a srácokhoz hogy... hasonló lelkületű ember. Josh Wood, bocsánat. Van rajta a telefonszám? Nem, van benne egy ilyen is. A Reflex Shopot rendelt már én idő is ruhát. Az igazság, hogyha a cica mind a sort, mind az oszlopot kiblokkolná, akkor nem tudná mit elvenni. Hát dehogy nem. Hát ezt vagy ezt a sort tudnád elvenni, de... Ez az ember úgy néz ki, mint aki szereti a macskákat egyébként. Igen. Meg a miért? Hogy néz ki egy ember, aki szereti látté. A macskákat? Hát például így kérdezel rá. Nekem is szembe, csak nekem tetszettem, és nem vettem úgy magamra. Szerintem, hogyha leblokkolna azzal egy oszlopot is, meg egy sort is, akkor nagyon kevés lehetőséged maradna. Hidd el, hogyha nekem is lenne melszörzetem, nekem is a köldökömig lenne kigombolva az összes ingyen. Én azt tudom, egy percig sem erőt fel. De nincs! Egy szár sincs, mond egy szár, de ma nem találtam. És hogy hívták? Bocsánat, hallottam a kedves feleségeddel, kokettáltatok ez így. Ubulnak hívja az egyetlen melszörömet. Nagyon kíváncsi lettem. Emlékszel, az a beszélgetőt a YouTube-on be lehet pipálni, hogy ez gyerekeknek szóló tartalma, de én buktam. Most miért? Nekem sincs melszörük. Vagy ez nem ilyen féltékenységi dolog? Hány éves gyerekekről beszélünk, itt így áll a kérdés, nem? Örülsz, hogy meghívták a csatornára? Nagyon szeretnék játszani. Igazából szeretne menni, csinálni mást, úgyhogy na, játszunk! Játszunk! Bocs, még annyi csak az előző feltevésedre, hogyha a kártyák is okosak lennének, akkor gyakorlatilag mindig két opciód lenne a hatból. Meg a hatból. Ja, itt húzzuk meg a vonalat! Eddig minden oké volt, minden off topic mehetett, és most ezt nem. Ennyi. Oké. Hozzá három, ők lesznek a kóborcicák, akiket... Eldugtad, ő biztos jó. Igen, őket ide légy szíves, tedd ki. Jaj, ezt nem, hogy ez az enyém. Nem, ez három kóborcica, akiket majd a játék során be lehet fogadni. Borzas, gesztenye és kópék! Na, szóval ez a három kóborcica van, akiket ugyanúgy be lehet majd fogadni, vagy be lehet fogadni különböző lapok segítségével, és ugyanúgy adnak majd pontot. Elmondjam, valami mit speciálisat. Tudnak? Szerintem majd, ha eljutunk. Megteheted, de ha mégsem tennéd, azt kezd, officially, akinek a legtöbb macskája van. Egyel nyertek. Arra kérlek, nekem hogy blokkolj ki neki valamelyik sort vagy oszlopot. Tehát akkor nekem van a legtöbb macskája, hogy ez meg ez egri, akkor szeretném, hogy azt ne csinálja. Jó. Abban maradtunk, hogy ilyen kompetitív a lelked, úgyhogy... Game zone! Szeretném jelezni, hogy ilyet ne csináljál velem. Bocsánat, a szám az mit jelent? Hogy mennyi pontot ér majd a cica? Bolond lesz. Ha megvan etetve. Értem. De neki már három kell, érted? Tehát három. Mikor a hagygyőzelmi pont, az elég zsír. Uh-huh. Elviszed füstit. Elhoztam füstit, szedret és egy elveszett kedvenc plakátot. Végig minden kártyát open info? Igen. Na. De hát úgyse fogjuk megjegyezni. Na, látod? Ezért tartjuk. A lila kocka, az a minden. Wow! Az az ott, az a full bevásárló kocsi. Hát az ugye ő univerzális, ő nem hármat ér, hanem mindennek felhasználható, minden. Csak világos. Ugye az elveszett kedvencek kártyát, majd ha lesz kettő, akkor beválthatod. Vagy kettő. Egy kóborcicára, vagy két győzelmi pontra. Igen. Na, én vagyok. Én ki fogom venni ezt a sort. Nyuszi elmezt! Elvittem egy nyuszi elmezt, meg egy tonhalat. Meg egy univerzális kaját. De akkor nem kell feltudni. De azokat be is váltod egyből, ugye? Azokat be is váltom egyből, csak gondoltam, hogy előbb kipakolok. Feljött ugye még egy univerzális kaja, meg kijött egy gombolyag, ami ugye egy macskajáték, és abból minél több különbözőt gyűjtesz össze, annál többet fogsz tudni. Én ezt a tonhalat el is dobom. Meg ezt az univerzális is eldobom igazából, és kapok két kaját. Na de beváltod. Beváltom, igen. Aha, gyakorlatilag. Úgyhogy én őket majd, ugye a ha lesz... A kaja és a cica az egyetlen olyan, ami, hát hogy is mondjam, problémás, hogyha nem meccselnek a végén. Az összes többi nem baj. Igen. Az összes többi felesleges kaja lehet baj, meg az éhesztica lehet baj, a többi ott az neked van egy macskád, amit most megint hópihét meg is tudod etetni azonnal az univerzálissal.
De nem, ő jön. De nincsen macskája. Ő jön. Igen, azt mondja, a Júlcsinak beszélek, hát neked téged kit érdekelsz. Ugye, megetetni majd csak a legvégén kell. Ja, igen, csak hogy mondom, hogy az ott. De én a miút akarom. Te a miút akarod? Te elviszed azt a középső sort. Van egy mium, egy csirkém, meg egy gombolyag macska játékom. Jó. Annyira jó ez a játék! A csirke az mi a piros? A csirke az a piros, igen. Tollas pálca! András, annyit mondjál már meg nekem, hogy ha én most ezt a kettőt elviszem, akkor ezt beválthatom egy kóbormacskára? Azonnal beválthatod egy kóbormacskára, a később is beválthatod egy kóbormacskára. Felolvassam a kóbormacskákat. Viszont kóbormacska... Annyira szeretném felolvasni a kóbormacskákat, szerintem nem tudom. Léci, olvasd fel a kóbormacskákat. Köszönöm. Borzas kóbormacska, aki lehet az, koros színű. Lehet az, csillag, hogy, lehet az, hogy csak az alsó szöveg, a fehérben lévő szöveget olvasod fel? Mindegy. Zavar téged, hogy elmondta az elén, hogy borzas? Igen. És ennyi idő alatt már az egészet háromszor olvasottam. Minden jelmezedért 2 gyépét kapsz, és 2 csirkével kell megetetni. Gesztenye, minden macskajátékodért 2 gyépét kapsz, és 1 tejjel kell megetetni. Kópé pedig, kópé bármennyit képes enni, és minden ételért, amit megevett, 2 gyépét kapsz. Ahhoz a mondjuk elég kópé. Kópé elég főnök. Ja. Kópé elég főnök. Ezeket elviszem, mert beváltom, add ide kópét. Wow. Na, azt mondanára tök jó új. Nem rakunk ki új cicát. Mi? 3 kóbor cicát összesen, és Dávid elvitte az egyiket. Gyerekek, és engem hagytatok a neki 2 izékel? 2 kóbor dolog? A 2 kóbor dolog kell, igen, ahhoz, hogy elvigyél egy kóbor cicát. Most vettem észre, hogy a tejet iszik, és csirkét vettem neki. Nem lesz jó. Hát majd később. Ezért ajánlottam fel a másikat. Később veszel de a mindent megesznek a cicek, ha elég éhesek. Akkor. Na, ami most új dolog feljött. Ez a nevelési elvem. Az új dolog, ami feljött, az a macskariasztó, azzal így le lehet fújni a macskát, és akkor arrébb megy. Uh-huh. Itt most eléggé fixen ez tűnik egy jó választásnak. Ugye, mert gyakorlatilag univerzálisat szerzek, meg ételt is, tehát akkor ő már szinte jó van. Ő hópihe. Nem hópihe! Nem hópihe! Ez nem hópihe. Ugye átrakod majd. Gerzson, átjön a cica ide. És akkor markoljak fel egy tonhalat, illetve egy univerzális ételjelző. Igen, légyen kedves. A tonhal az kék. Nézd csak, a lila. Tonhal az kék. Hogy megtudtad, hogy mi az? Én akkor ezt itt el is viszem. Egy kaporulat meg 2 tonhalat? 3. 3-at! 2-t ér! Úgyhogy a kutya úristen. 3 kéket értem. Elvittél 3 tonhalat? El, és akkor így... Arra sem vettem, hogy én mikor hoztam a boltból 3 tonhalat, amit mocskáltam. Én fél évente veszek egy ilyen 5 tonhalast, hogy akkor én majd most tonhalat fogok enni. Nézzétek, mennyi macska! És rengeteg macska, te jó ég! És aztán hány tonhalatok van? Annyi szor 5, amennyi szerint megtörtént. De az a jó kis Rio, vagy milyen? A Rio. Rio? Izé, valami. Az. No sponsorát. No ad, érted. Fizess! Mármint, hogy nyitottak vagyunk egy működésekre. Milyen jó a szponzorált főzős videót tudnátok csinálni tonhalas receptekkel. Főzős ruha is van már. Mármint a vegán lány, meg is van már. Én. Ó. Elviszem ezt a kombót. És már megy a második kör. Hihetetlen betegült a játék. Szóval nálam van Luna. Csámpás! Ráadásul csámpás vörös macska, mint a Harry Potterben. És mit jelent, hogy 3 plusz? Hogy ő már öreg? Nem, hanem hogy ezt csak akkor rakjuk be a játékban, legalább 3-an. Jaj, úgy imádnak! Milyen kombó? Ó, azt nem tudod elvinni, de szomorú. Hogy ő már öreg? Szomorú bizony. De azzal a 2 tejjel pont megeteted a 2 tejjel. Igen, én elviszem Gerzsont, ugye? Nem tudom, miért Gerzson szólok bele. Gerzson annyira jó név. Mert akkor Gerzsonnak itt a csirkéje. Adhatok neked tejet? Van, igen, egy tejem neki. Gatmiak? Marad. Ó, és akkor kész vannak. Jaj, de jó. 2 boldog kitában. Jó, csak akkor már nem is kell gyűjtened semmit. Jó vagy így. Hál' Istennek. Én már látom, hogy jön a következő macska, és akkor jó, Gerzson, te most lehet, nem azt látom valakit. Sosem tennék ilyet. Mi van akkor, hogyha én rámegyek arra, hogy csak és kizárólag... Szobas mást? Aha. Akkor, teljesen karakterű viselkedés lenne. Ugye? Hogy alapvetően... Nagyon jó. Amúgy az egy valid kempináció, amit te most csinálsz. Mert ugye a Dávid macskája az bármennyi kaját meg tud enni. Az egyetlen kukás kóbormacska,
És éppen emiatt neki ugye nem kell attól tartania, hogy túl sok kaját fog felhalmozni, és ez mínuszponttal járna. Jó helyen volt. Nem, kiraktok oda egy kis hajléktalan szart, én azonnal rám. Én átettem. Én már előre értelek. Gyerekek, közben itt felpörögtek az esemény. Fel. A kaja, tejecske. Még nem vagyok biztos a tökéletes taktikában. De most felesleges is oda néznem, mert csak zavarni fog, hogy elviszi valaki a tejemet. Úgyhogy én addig annyi beszélgetek van, veletek. Nagyon sok tej van. Na Viki, mi lesz? Kicsit éves tűnik a szeder. Jaj, csak hát én nézem, hogy mire szórakoztató. Én elviszem. Jaj, ja, pont de jó, mert ott van benne igen. Ne közelítsünk erre rá? Hát akkor... Mindegy, mit mondok? Akkor elviszem. Jó. Ez. Elviszi a tejedet. És te csak olyan dolgokat viszel, amikre exkluzívan nincsen szükséged? Igen. Jó. Jaj, meg egy pirosat is, gyere. Köszönöm. Olyan édes vagy, hogy... a mínuszpontok, jó lesz. Még egy kis tejecske, csirkécske és egyéb dolog, és zúdulni. Ó, ez nem jó. Cserélni lehet? Egymás között? Nem hiszem. Jó, neked... csak azért mondod, mert nálad mindenki boldog. Mert nem boldogok a cicák, igen. Kacitex. Én el fogom vinni ezt a sort. Ne üríts meg. Örökbe fogadok egy cicát. A cicát. A tejet rektem. Borzos, gondolom. Nem biztos. De Léci a borzast, kérlek. Van egy gémon. Gesztenye már úgy szeret engem. De a tollaspálcára is rámenne azért. De hát... Ez egy nagyon furcsa jelenet a Menhelynél. Igen. Kire néz az a cica? Hova szeretne hazamenni? De hát már összegyűjtöttem neki a tejecskét. Annyit nem tud meginni. Te összegyűjtöttél mindenkinek tejecskét. Ne, ezt húztad? Ja, ezt húztad ki. Ezt vettem ki, igen. Na, pörögjünk, mit szeretnél, Ulia? Azt ki kell venni Viki elől. Ja. Démon! Nem. Demon! Démon cicát vettem, örökbefogadósat, meg egy játékot, mert már van egy. És még egy kaját oda. Azaz. Ezt most örökbe is fogadhatom? Hát nem, mert kettő kell hozzá. Kettő kell, sajnos. Ja. Na, marad itt, és én őket elviszem. De nem nézzük. Nem, mert ott volt. Ja, hogy ott volt. De ez ügyes trükk! Ja, hát... Átrakom ide, és akkor ezt és köszönöm, nem direkt volt! Azt mondja, akkor ez marad itt, és elveszem, mert... Erre nem gondoltak, szerintem. Ugye? Itt a csirkét, nem? Másik irányból. Neki csak az a lényeg, hogy szopasson valakit. Ez nem így van, feltétlenül. De akkor elviszem ezt. Mindjárt összeállnak itt nálam a végtelen követ. Macskori, ezt tudok, de hogy átrakhassam a macska figurát, ez nagyon jó. A tonhal az a kék. Ó, hát te azt pont nem tudod elvinni. Jaj, de kár. Viszont ezt el tudod vinni, csak mondom. Biztos el is fogom vinni, ez teljesen nyilvánvaló. Csak az a baj, hogyha így viszem el, akkor ő nagyon messze van attól, hogy megetetődik. A beteljesődést? Bár van egy univerzál dolgom. És viszel egy tejet azzal. Így elindulok. És ezzel viszel egy tejet is. Tejecske? Miért? Igen. Tessék? Miért? Azért tudja, hogy gyenge képességű vagyok, és ki akarja egyenlíteni a dolgot. Ugye ez addig nem így van. Addig tart a játék, amíg el nem fogy a húzópotni. Ja. Ja. Na, várjunk egy pillanatot. Akkor kezdjük újra. Ó, nekem gumiagom még nincs. Az, aki ezeket a kockákat gyártja, mekkorát kaszál, mert hány különböző társas játékba bukkantak már fel. Végtelen. Hát a másik meg a Meeple, ami ilyen... Kérek szépen egy lilát. Ne! Csak a lilát ne. Viki, az lesz, hogy öregasszonyként a tetemedet fogják megfalni a macskák. Egyébként a kutya előbb esz meg téged, mint a macska, ha meghaltál. Te azt nem veheted fel? Ha ezt nem sikerül felhasználnom, mert valamelyik csicska palacsinta ellenfelem lenyúlja az utolsó harmadik kobolt. Rám gondolsz? Akkor az egy... Dedro. Elviszem. Azt ne vidd el. Ezt? Akkor mindenképp. Akkor így viszont.
Ez így már sokkal nagyobb. Nem érzem ezt úgy, hogy megtörtént, amit szerettem. Ó, az micsoda? A jelmezekkel kapcsolatos szabályrészleteket átbeszéljük? Igen. Egy jelmezednek mindenki, hogyha nincs jelmezed, akkor a játék végén -2 győzelmi pontot kapsz, akinek pedig a legtöbb van, az 6 győzelmi pontot kap. Ez elég jó. Főnök. Nekünk már van egy-egy, úgyhogy... Az a baj, hogy nekem kicsit sok a felesleges kajám egyelőre. Ezt elmondod egyszer, hogy ez igen, a macska menta az úgy működik, hogy ha csak egy darab van nálad belőle, akkor az -2 pontot ér. Igen. Ha 2 vagy 3 van nálad, akkor megetetett cicánként 1 pontot ér, ha pedig legalább 4 van nálad, akkor minden megetetett cica után... Nem. Igen, minden megetetett cica után 2 győzelmi pontot. Rá van írva, hogy segítség, hogy magyar játék. Az elég jó. Az előbb én is így hasonló kaliberű. Igen, és a GP az győzelmi pont. Szóval, ha te el tudod venni ezt, meg még egyet, és van 3 megetetett cicát, akkor a 2 lap az 3 győzelmi pont. És minél GP-sebb egy cica, de ha rajtad marad ez az 1, akkor az -2 fog érni. Jó. Ezt hiszem. Vagy azt hiszem? Nem, ezt hiszem. Elviszed a dupla ételemet? Te nem. Utolsó céda. Van egy csomó kajád, nekem nincs mi annyi. Dávid bácsi? Az micsoda? Plüssegél. És az mit csinál? Az egy macskajáték. Ez egy macskajáték? Bizony. Ez így, és ez mit csinál? Arra jutottam, hogy középső sort négyen kell, hogy legyünk, hogy az benne legyen a játék. De az a baj, hogy arra van szükségem, sajnos. De hogy van. Egérjáték, jelmez. Van már jelmezed? Nincs, akkor de macskát. Nem kéne, de nem akarok magad. Macskát! De az nem macska. Hát vidd el a középső oszlopot. Az mit csinál? A kettlédi játék kellős közepén, hogy nem akar macskát. Övé a legópébb macska. Minden jól lakott, fehér macskáért 1 épét kapsz. Hát ez kibet szarja le. De hát már van egy fehér macskád. És ő is félig fehér. És az nekem pontot ér? Igen. Jó, lehet, ez csak 2 pont. Kutyám. Papír, kutyám. Jó! Elviszem ezt. Szép taktikázza a kettlénit volna. Pedig ezt boldogsággal kéne játszani, úgyhogy mindenkinek jó legyen. Nem, nem csak úgy, hogy neked legyen jó, hanem úgy, hogy nekem legyen jó. Egy új kedvenc. No! 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 Milyen új kedvenc? Elmegy vinni! Hú, és ott jelmez is van, pedig az a baj, hogy a kaják is nagyon kellenének. Ja, de ezt most így nem vihetem. Az most akkor ez meg is olyan. Egyébként ez is elég szimpi. Meg még egy etetetlen. Azt elviheted. Ezt elviheted. Nem! Melyiket nem? Ezt így elviheted, és akkor meg tudod venni az utolsó macskát. Vagy megveszem azt a macskát, de mit csinálok vele, érted? Minden jelmezedért 2 gyépét kapsz. Akkor utána nagyon így rá kell harapni a jelmezre. Rá kell harapni a jelmezre. Meg vaj. Úgy ülök, mint aki otthon szül. Spritz. Nem lehet. Majd olyan izgalompan vagyok. Hát, a spriccelő. Úgy lehet macskás játékot játszani, hogy közben nem gyűjtök macskákat. És még a spriccelő is jól jönne. De közben meg kajára is szükségem van. Na mi? Ne taktikázd túl. Na mi? A Viki akarja ezt. Igen. Nem tudom, melyik fáj jobban, mert valamelyikötök el fogja vinni előre. Jó, de teljesen mindegy, de úgyse tudja megetetni a macskáit. Úgy tök mindegy, hogy mit viszel. Akkor megetetem őt, elkezdem etetni őt, és a spricceléssel megoldok később dolgokat. Senki? Én értem. Jó. Miért többet, hogy... Spriccelés. De már így is túl sok az éhes száj. Wow. Ennek egy gyerekbarát csatornának kéne lenni, és úgy is indul, csak így néha így oda-vissza megyünk. Igen. Mert gyerekbarátok leszünk, hogy többen nézzenek, de nem néz senki, úgyhogy leszünk inkább önmagunk, és aztán utána jó, hát ha most aztán, de aztán igazából nem tudom, emlékszel, amikor 3 hónappal ezelőtt bejelentettem, hogy akkor most a YouTube algoritmus az Isten, és innentől soha nem káromkodunk többé, és 20 perc lesz minden videó. Aznap felvettünk egy videót, annyit még soha nem káromkodtunk abban a videóban. Mi volt az? Nem tudom. Csak nagyon beleélted magad. Jézusom! Egy kacsakalap és Luisa! Luisa. Luisa-nak hívták a rajztanáromat gimiben. Jaj, ne felejtsd el,
Van másnak is spriccelője? Honnan vettél te most két üzét? Miért kaptál te kettőt? Mert egy csirkét meg egy tomatot is elvettem. Jaj, Lóiza, mit csináljak veled? Pamancs. Ha. A cicák lehet. Problém? Hát, kis csalást érzek valahol a levegőben. Hol? Nézd vissza! Hát nekem hol vannak azok a macskák, amik szeretik a tonhalat? Jönjük. Végtelen tonhalam van. Nem, van egy démon. Démonnak hívják? Igen! És hogy különbözheted meg Mewtwo-tól, aki pont ugyanúgy néz ki? Úgyhogy ő a tejet szereti, ő meg a tonhalat. Semmiség. De macska játék sincs kint. Igen, szar, ami kint van, vegyél el valamit, haladjunk, jöjjön már az én köröm. De tényleg, legyen mindenkinek maximum egy percet. Te, kölcsön adom neked, és így otthon, így el lehetsz vele. Ja, egyedül is játszhatok vele. Mit vettél? Azért mondom, hogy nem szabad odafigyelni, mert csak bántani fog. Képzeljétek el, hogy az én cicámat nem érdekli a macskamenta. Mi az a macskamenta egyáltalán? Hát az a macskáknak a füve. Ú, szuperhős jelmezes cica. Ó, én ezt szeretném. Hát te biztos nem fogod elvinni. Neked mind a kettő megvan? Bocsánat, a kaparó rúd és a kaparó torony az nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Hát, nem? Nem? Tudod, mikor lenne nem ugyanúgy néz ki. Mi? Jó. Nem ugyanaz, hát jó. Az egyik 17 ezer forint, a másik 47 ezer. Az egyik 4, a másik meg 24, ez kb. Reális. Én láttam már olyan embert, ezért lett ilyen filemülete ornyot. És ráment a macska? Nem. Jó, most komolyan nem fogok macskát venni. Hát pedig, így vagy úgy, nem, még megúszhatod. Hogyha a középső sort veszed el, akkor vesz, nem kaptál cicát. De hát minden más esetben... Nem akarja a középső sort. Ja, értem már. Ő akarja a középső sort. Sajnálom. God damn it. Na ez az egyetlen, hogy nem tudom, hogy nem kell macskát gyűjtenem. Oh, ez egy trikolor cica! Úristen, bárcsak elvihetném a középső... Wait a minute! Hát így néz ki a cicám! Senkit nem érdekes, sajnos. Hogy egy cica, hogy néz ki, tesó. Hogy lefújtad? Ez nem lesz a tiéd ma. Így, és játék is van, jelmez is van, gyerekek! Na hova rakod, ahol fújtad el a macskát? Várjál, tejre nem volt szükség. Tudod, hogy így is megérte. Azt néznek, hogy kacinál mi van? Hova fújtad a macskát? Mi van kacinál? Lehet tejet cserélni? Nem. Hova fújtad a macskát? Ja? Én tejet kérek. Ja. Melyik nekem egy tej kéne. No. No. Így? Ez. Szerintem olyan fia volt. Tudom, lebeszéltük egymás között, hogy ez egy barátságos környezet. Na, én ezt szeretném beváltani kettő gyépére. Mi van? Mert ugye azt beválthatod. Kettőt tudod kettő gyépére. Az előbb abban maradtunk, ti félrevezettetek engem. Nem. Tehát három cica van, amit el lehet vinni. Tehát, hogy akkor nem Dead Row. Nem Dead Row, nem. Ezt mondtuk volna. Aha. Te jössz, András? Én. Nagyon nehéz. Hát, hogy megoldod. Tolnos pálca gombolyag. Ez egy barátságos játék. Barátságos szereplőkkel. Aha, aha. Van is. Nekem négy boldog cicám van. Jó, hogy no! Júcsi, ne arra gudj, de nekem a kaparottól is nagyon fontos. Júcsi, az a lényeg, hogy nem szabad elköteleződni. Én nem is nézem, miket raktok ki, mert akkor csak mindig csalódás. Nem szabad, így van. Lesz ebben a másik kör is, vagy ezt leküldjük is. Hát meglátjuk. Hogy mekkora melekedés lesz. Hogy mi lesz a vége, és kinek olvad le legjobban az agya. Lesz egy cica harc? Lesz egy... Oh, yeah! Na, fejsz. Éjjön, már is. Nem, éjjön. Akkor... Júcsi jön. Ah! Szeretnék még több a cicát? Én meg csirkét, meg ezért tonhalat. Ezért hívtuk valójában Tikit. Miért? Mert hogy én ő a... Én a marcipánnak nagyon örülök. Ő a crazy cat lady. De nekem a Leót kellett volna elvinni, mit csinálok egy tonhallal? Kacsor! Neked a kacsor meghagyod kell. Nekem a középső sort. Elviszom a kacsort neked is. Neked úgy is kell elvinni. Csak hagyja ott valaki. Ez mi? Nem tudom megtenni nekem. Nekem Harriet van Wild kellett volna, de... Nem kell, van olyanom. Van, és macskán. Egerem is van. Ugye hát akkor miért nem viszed el a jutalmat, és az csak... két GP. Szóval, hogyha ezt viszed el, akkor az ugye nyithatsz egy új sort. Mit hadsz egy új sort? Tehát, hogy akkor megmarad ez a négyes kombónak, ez meg már rögtön egy kettes kombó.
Ez meg két győzelmi pont. Jézusom, de jó, de van egy éhes, nincs éhes macska, van csirkém, amit arra kéne adni valakinek. Hát cseréljük. Ő két csirkét eszik, ő meg egy csirkét eszik. Nem! De most mert... Biztos nem lehet? Mit? Cserélni. Nem. Mit? Mire? A kacsakalapot a Harriet vonja. Nem, azt végképp nem. Azt hittem ez egy ruha, annyira exotikusnak. Az én cicám is ilyen exotikusnak néz ki. Jézusom, leoltottalak, és utána hülyeséget csináltam. Egyre? Ez klasszik. Igen, kettőt váltasz két győzelmi pontra. Lehetnek? Nem. Azért, mert genetikailag az az X kromoszóma. Ezt most innen letted el, ugye? Nekem akkor én egy ide rakom azt mondta, vissza. Hogy trikolor. De akkor nem vettem. Igen, de azok még rakom. Azok tényleg gépések. Nem, hát én ezt vettem. Hát ez te úgy képzeld el, hogy én ezt vettem. Valami több tízezerből egy, és általában a genetikai betegségei van. Akkora, mint Eli. És ez a macska ment a... Jó, hogy ez most mínusz pontot ér. Igen. Nem kell. És azt mondta, hogy ha valakinek van... egy minkunja, és vége van ennek odadna, hülye hogy játéknak. Trikolor házi macskája rámászta, akkor szóljak. Biztos szinte, hogy nem zöldjük. Mi bajod van a játékkal? Az, hogy itt van egy zöld trutyim, mert Kaci mindig elvette. De ne azért nem tudom! Nincs több macskám, de van csirkém. Nem jó. Jó, most érd be egy pakettával. Te. Én? És honnan vettél el? Semmi, nem tudom. Mit vettem el? Aki a helyére rakta, azt tudja. Senki nem rakott a helyére. De, jó, hát akkor hogy lenne nekünk 9 lap? Nem én raktam. De. Ja, nem én raktam. Akkor így. Azért. Hogy nem? Ezt csirkéket rakták ki, azt tudom. Így raktad ki. Így. Így voltak lerakva. Akkor... De ezt nem vehetted. Oda? Hát csirkéket húzott most fel. Ezt tényleg nem vehettem, mert én raktam oda annak a helyére. Jól mondja. Igen. Jó helyen van most a macska, te jössz. Ide ki te, de szerintem ez így volt. Mert hogy onnan vetted el, és nem erről az oldaláról, mert a kamerában úgy van középen. Jó, akkor itt van a macska most? Igen. Nekem jó. Így is jó. Jó. Jó, akkor kevesebbet vitatkozunk, legyünk békések, barátságosak, és most mit veszek el? Annyira furcsa ezt a teszádból hallani. Na ez már sokkal ismerősebb. Ne az. Kormos, egy kormos macskám sincs. Jó, akkor nekem muszáj ezt kivennem. Most már senkit nem érdekel, mit veszel fel. Van egy koronám, meg két új cicám. És ha volt verseny van az első helyen a Zéból? Mi Zéból? Megbeszéljük, akkor elosztjuk a pontokat. Vége van a játéknak. A mi van hány mínusz pont a nem megetetett macska? Igen. Mínusz 2. És az, a megetetett macska az annyi, az meg annyi pontot ér, amennyi rá van írva. Hát ez akkor az anyádat. Wow. 5. Minusz 2, ez 3. Wow. 3. Hogyha valamire az van írva, hogy minden jól lakott vörös macskádért egy gyépét kapsz, és ő maga is vörös, akkor van. Ő maga is szán? Igen. Az nyom. Igen. És hogyha azt írja, hogy minden jelmezért kapsz két gyépét, de nincs megetetve, akkor jár a ruháira a plusz pont? Ha nincs megetetve, akkor nem proccol. Ha nincs megetetve, akkor mínusz 2-t ér. De, nem, de az nem. Ability-t teljesítem. De az mindegy, mert az, nem a, az csak a pontszámát határozna meg, hogy mennyit adna, ha meg lenne etetve. Virágos. De nincs. De nincs. De nincs. Az nem mínusz, ugye? Az nem. Mi? Jó, hát akkor ez fuka. Hát jó. Az mínusz 2 győző. Kinek van a legtöbb? Neked jó, akkor minden. Akkor semmi nem jár, ugye? Minusz 4. Érted? Hát mind a kettőnknek 3 van, nem? Nekem 3 van, igen. Nekem is 3 van. Mínusz 9. A macska jelmezek. Döntetlen esetén a győzelmi pontokat egyenlően kell szétosztani. Két ponton van. Hát akkor ez 3-3. Az képest nagyon jó vagyok. Mennyi lett? 15. Hogy de csak 2? Hát erre sokan mi? Nekem 20! Éhen döglöttek a macskáim, és ilyen... Jó, hogy van végtelen macskár, végtelen mínusz. Hát én vagyok kör végén. Az, hogy te hogy ütöttél annyi kaját és annyi macskát, azt soha nem fogom megérteni. Mert én szeretem őket.
És ezért lopsz értük? Hogy nem loptam! Ez 2, 4, 6, 8, 10, az 12 kaja. Úgyhogy én nem gyűjtöttem macskát, én se értem, úgy nem lett nekem 2, 4, 6, 7, 8, 9. De így triplázva is mihette, érted? Yeah. Ja, igen. Volt dupla konzervem is, meg dupla csirkém, meg dupla tejem is. Mennyi pontod van? 20. Nekem is. Nem már! Jó, ez mennyi, akkor ez 3, mennyi, 5, mennyi, az 8. Nincs. Nincs. Ez 2, az 10, az 10, meg... Univerzális. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, ez 14, mínusz 2, az 10 nekem 20 ponton van. És kettlédi megjelent a 3, 5, az 8. Igen. 2 fehér, az 10. Igen. És... 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, az 12, mínusz ez a 2, az 22. Nem lehet. Neki a daga 10. Kópé! Kópé lehozta! Kópé lehozta! Imádlak, te kóbor! Te! Mármint, hogy macska. Tito! Játszunk már még egyet. Úgy volt, hogy én nyertem, megvertem a kacin. És úgy kell kezdenünk, hogy nem. Macska! Hát én kezdek és visszafele. De, ja jó, úgy jó. Te egy vagy, te nem nyerhetsz ebben. Te nem is szereted a cicákat. Kinél van még kóbor macska? Ez nem igaz, csirke macskáit nagyon szeretem. A te macskádat nem szereti senki. Miért? Nem is találkoztál vele soha. Ezért. Hallottam a rossz híreket. Ja. Mit? Azt mesélte a Júgy, hogy milyen szép. Én azt tudom, hogy nagyon szép Sansa. Hogy ismerem fel. Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day.